16. nemzetközi turnéjára indult az amerikai Iowa állambeli Warburg College kórus. Európában Magyarországra is ellátogattak, ahol Sárospatak látta vendégül a közel 90 fős kórust. Az itt eltöltött 3 nap alatt nem csak a települést ismerhették meg a fiatalok, hanem több helyütt, így például a 2 helyi középiskola ballagásán és az anyáknapi istentiszteleten is felléptek. De közel 2 órás koncertet adtak a református templomban is. A Warburg kórus lélekből szeret énekelni, és ezt az üzenetet szeretné átadni, azt az örömet, ami lélekből fakad. És ezt az örömüzenetet szerettük volna elhozni ide, Sárospatakra. Reméljük, hogy sikerült. Most, hogy megérkezett a kórus, döbbentünk rá, hogy mekkora csodák léteznek a világon, amik tulajdonképpen szellemi hátterűek, és mégis beteljesednek. Tehát egy Iowa-beli evangélikus egyetem kórusa gondol arra, hogy Szent Erzsébet tiszteletére egy turnét szervezzenek, és a nevük is Warburg báráról van elnevezve. A 75 éve alapított 90 fős kórus ugyanis egy úgynevezett Szent Erzsébet turnét is tesz ez alkalommal. Így nem volt kérdés az, hogy ellátogatnak az Árpádházi királylány szülőhelyére is. A koncert egyedi és lenyűgöző hangzással kápráztatta el a jelenlévőket. A kórus tagjai 18 és 21 éves diákok, különféle foglalkozást űznek, van, aki orvos és van, aki zenetanár. Sokfajta éneket éneklünk, klasszikus zeneszerzőktől, illetve német és európai kortárs szerzőktől is. Sárospatak a kultúra magyar városa és Zemplén idegenforgalmi és kulturális központja. Nagyon sok szép produkciót láthattak már a református templomnak az öreg falai, de azt hiszem megmerem kockáztatni, hogy ilyet még nem láttak. Ami a előadás mögött van, az a barátság, ami kiépült Eisenach és Sárospatak között. Sőt, most már egy másik földrészen is van egy barátunk, a Warburg College, és hát ami összeköt földrészeket, az Szent Erzsébet, és pont itt egy református templomban, szóval nehéz szavakat találni erre. Az eseményen részt vett a németországi Eisenach testvértelepülés delegációja is. Az amerikai kórus vendégszereplése így egy újabb, immáron 3 várost felölelő barátságot hozott.